Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetését. Kiegyensúlyozott gazdálkodással, arányos kiadás és bevétel mellett 500 millió forint felett van az idei költségvetési főösszeg, közölte Sesták Oszkár a közgyűlés elnöke. Döntöttek továbbá a megyét érintő határmenti programokról is, így 2020-ig összesen 15 milliárd forint értékű projektek valósulnak majd meg Szlovákiával, Romániával és Ukrajnával közösen. Ezek fő prioritásai az egészségügyi fejlesztések, nyilvánosság biztosítása, marketing és turisztikai beruházások. Az egészségügyhez a román partnerek ragaszkodnak, hiszen nekik a megyei kórházakat a megyei önkormányzatok vették át. Én azt gondolom, hogy nekünk is fontos ez bizonyos szegmensekben, ha nálunk az állami fenntartások, a kórházak, de van olyan tevékenységi kör, amely közösségi célokat szolgál, és a megyék is bekapcsolódhatnak ebbe a tevékenységbe, népegészségügyi programokra gondolok, megerőző szűrő programokra gondolok. A másik pedig ugye adja magát azok a kulturális értékek, amelyek a határmenti térséget jellemzik, közös örökségünk ezek. Az így elérhető turisztikai bevétel komoly gazdasági fejlődés jelent majd az itt élőknek, hangzott el a közgyűlésen. Ezek a kiemelt területek úgynevezett zászlós hajó projektek. A program csomaggal a közgyűlés tagjai is egyetértettek. Veres János szerint azonban a kiemelt célokon túl további fejlesztéseket is megvalósíthatnának az együttműködő országok. A határmenti együttműködésnél úgy gondolom, hogy nagyon sok kulturális közös programot tudnak megvalósítani a érintett települések, és én abban is reménykedem, hogy ez a bizonyos határmenti program lehetőséget fog arra adni, hogy bizonyos útfejlesztési projektek is bekerüljenek majd a közösen a határ másik oldalán és ezen az oldalon megvalósodó elgondolások között. Ugye jelenleg úgy van korlátozva, hogy a TEN-T hálózathoz vezető utakra lehet pénzt pályázni. Ez lényegében az M3-as autópályát jelenti a mi esetében, mi megyénk esetében. Meghosszabbították a 2010-2016-os évekre vonatkozó megyei környezetvédelmi programot. A feladatokra így 2020-ig fordítanak kiemelt figyelmet. Az egyik legjelentősebb probléma a határon túlról érkező folyók, a Tisza, a Szamos és a Kraszna szennyezettsége. Ennek a megoldására nem mutatkozik a települési önkormányzatok részéről fizikailag, anyagi, technikai erőforrásokkal ezt nem tudják megoldani, ezért az illetékes környezetvédelmi miniszter figyelmét hívtuk föl arra, és fogadtunk el egy ilyen közös határozati javaslatot, hogy ezt a problémát valamilyen formában rendezésre kell tárgyává kell tenni, és ennek a technikai, tárgyi és személyi feltételeket meg kell teremteni, mert ennek nem csak környezetvédelmi vonatkozása, hanem turisztikai vonatkozása van, és ráadásul a megyében a turizmus fejlesztése, különösen abban a térségben. A Jobbik frakció vezetője szerint határon innen és túl is kormányzati szinten kell lépéseket tenni a környezet szennyezés megoldása érdekében. Kormányzati kommunikáció és tárgyalási partnerség szükséges, és meg tudjuk oldani, hogyha ezt megoldjuk, akkor méltán válik második prioritásként elfogadhatóvá a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés területfejlesztési koncepciójába rögzített turisztikai fejlesztés és turisztikai bevételi forrás lehetősége. Amíg ezt nem tudjuk megoldani, addig csak azzal fogunk küszködni, hogy vajon a sajtó tudomást szerez egy szennyezésről, vagy nem szerez. Szerintem az a jó megoldás, hogyha megakadályozzuk a szennyeződések ideáramlását. A csütörtöki közgyűlésen elfogadott környezetvédelemről szóló határozatot így a Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez is eljutatják.